Köszöntöm Önöket! A kütyük, az okostelefonok lassan már egy kis túlzással családtagként vannak jelen életünkben. Legtöbbünk azzal kell, azzal fekszik, megy ki a WC-re, kávézik, azt simogatva reggelizik. Társaságban, vacsora közben, de akár egy kirándulás során is bele-bele feledkezünk a képernyőbe. És ha mi felnőttek így élünk, hogyan korlátozhatjuk gyerekeink telefonhasználatát, akik már ebben az okos világba születtek bele? Hogyan kell határt szabni? Hol is van ez a határ? Mennyire lehet megengedőnek lenni, vagy épp szigorúan korlátozni a gyerekek telefonhasználatát? Hogyan tudunk mi szülők ebben példát mutatni? Erre a beszélgetésre hívtam el ma egy gyermekpszichiátert, és köszöntöm a stúdióban dr. Száva Iringót, szervusz! Szervusztok, köszöntöm a nézőket! És itt van velünk Horváth Éva és Bartóczi Réka pedagógusok, köszöntelek titeket is! Szervusz, szervusz, köszöntünk mindenkit! Hát beszélgetve barátokkal, ismerősökkel szóba került az, hogy talán az a különbség mi köztünk, meg a gyermekeink telefonhasználata között, hogy ugye mi nem ebbe a világba születtünk bele, ezért tudjuk, hogy milyen is az élet telefon nélkül, fel tudjuk találni magunkat, és talán ezért jobban tudunk határt szabni annak, hogy mennyit és hogyan vagyunk képernyő előtt, vagy okostelefonhasználat közben. Szerintetek van-e ennek alapja, hogy tényleg mi egy picit ebben tudatosabbak tudunk lenni, mint mondjuk a gyermekeink? Igen, Réka, igen? Mindenképpen. Te figyelsz erre például, hogy mondjuk gyerekek előtt nem telefonozunk, vagy étkezés közben nem vesszük elő, vagy ilyen apróságok, amik nagyon sokat jelentenek. Igen, többnyire én nekem egy hibrid telefonod van? Telefonom van, és például Messengert nem használok, csak számítógépen vagy táblagépen, de a telefonomon abszolút nincsen. És ez tudatos volt, hogy ilyen telefont akarsz, pont azért, hogy... Valószínű, kicsit konzervatív vagyok az új telefonokhoz, de igen, igen. Uh-huh. Mondjuk ez jó tipp. Nem vagyunk jó barátok mi nem ezekkel. És el tud képzelni, hogy eljön az idő, hogy lesz okostelefonod is? Hát, ha minden kötél szakad, igen, de azért még van egy tartalék Sony Ericssonom. Aha, az tehát a... megtartottad. Igen, igen. És Éva, te hogy látod? Nálunk mindig is voltak szabályok, és vannak is szabályok. Ez, mikor a gyerekeim kicsik voltak, akkor a telefonhasználatra, vagy akár a videójátékok használatára is vonatkozott. És ezt mindig betartotta, akire vonatkozott, tehát ez nem volt kérdés, hogy be kell-e tartani, vagy sem. Illetve most is akkor használjuk a telefont, amikor és amire hivatott, hogy amire készült. Illetve 2 éves a kisunokám, úgyhogy előtte meg pláne figyelünk arra, hogy nagyon figyelünk arra, hogy lehetőleg nagyon ritkán lásson telefont a kezünkben, és akkor lásson, amikor telefonálunk. Tehát, hogy most nagyon-nagyon e körül forog az életünk. Fú, de ebben nagyon tudatosnak kell lenni valóban, mert annyira nehéz, főleg, hogy, tehát, hogy én azt tapasztalom, hogy mindig ott van a telefon, tehát most már, ha valamit meg kell keresni, akkor nem, mondjuk, mi a helyes írása egy szónak, akkor nem a szótárt vesszük elő, hanem gyorsan rákeresünk a telefonon, vagy nem tudom én, hogy hány kilométerre van innen, melyik város, akkor azt is gyorsan onnan keressük meg, de Réka, te nem. Te előveszed a szótárt. Képes vagyok a gyerekkel elővetetni a helyesírási szótárt. Légy szíves, nézd meg a szótárban. Tehát vannak nálam ilyen kicsit keményebb dolgok, amik... Mondjál nyugodtan még ilyen tippeket, mikor eszedbe jut, mert ezekről... Tehát hajlamosak vagyunk már, meg de már ő is szólt, hogy de anya, mondom, nem, ott a helyesírási szótár, legújabb kiadás, azért vettem meg, hogy használjuk. Hm. Ezzel szemben mit látsz te, Iringó, szakemberként? Hát én azt látom, hogy a legkisebb kortól kezdve, tehát egészen pici babakortól kezdve, nagyon sok gyereknek van hozzáférése a telefonhoz, egy ilyen kis babaőrző lett belőle, meg gyerekőrző a kisgyerekeknél.
Nem mindenkinél persze, de nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy a szülő segítségként használja ebben a felgyorsult világban, hogy egy picit vigyázom már rá a telefon is, amíg én csinálok valamit, vagy amíg etetem, addig nézze a rajzfilmet, mert addig én etetem, meg egy csomó minden önállósodási folyamatban gátolja a gyereket, mert közben ő bámul egy monitort, egy ekránt, egy telefont, bármit, ami közben meg kéne tanulja azt, hogy egyedül hogyan eszem, egyedül hogyan segítek magamnak öltözködni, meg anyunak, hogyan játszok, mit játszok, és egy csomó mindent készen kap a gyermek a telefonon keresztül. A visszatérve a legelső kérdésre, én annyit fűznék hozzá, és szerintem azért hatalmas különbség, hogy mi nem így nőttünk fel, mert mi akkor kaptuk a telefont, amikor már egy érett aggyal különbséget tudtunk tenni, hogy mi jó, mi nem jó, mi válik hasznomra, mi nem válik hasznomra, illetve a káros tartalmakat tudtuk szűrni. Tehát, hogyha én nem szeretném azt a tartalmat megnézni, akkor könnyen elforgatom, elgörgetem. Egy gyereknél ez teljesen más, mivel ő minden tartalmat beenged, főleg a kisgyereknél, és ő ezt még nem tudja szűrni. Tehát, hogy nagyon fontos, melyik életkorban kapja oda, és mennyit kap. Igen, és erre a szülők nem is gondolnak, hogy ott van a veszélye, mert valahogy, tehát nekünk valahogy természetes az, hogy de hát én tudom szűrni, ő is biztos kiszűri azt, igen, hogyha valami olyan, igen, tartalmat néz. Igen, nagyon sokszor látunk ilyen a tartalmak miatti szorongó gyerekeket. Tehát nem az a baj, hogy 5-6 órát töltött a telefon előtt, hanem az a baj, hogy az 5 percben, amit ott töltött, nagyon csúnya dolgokat látott, és akkor megijed. Vagy van olyan gyerek, akinek megmutatják mondjuk az osztálytársak, vagy megmutatják a barátok, hogy nézd már, ez a rém figura megjelent, és ő éjszaka megérkezik a szobádba, és nem tudom, miket csinál. És ez egész kiskorban nagyon ijesztő tud lenni egy gyerek számára, hogyha az ő agyacskája erre nincsen felkészülve. Tehát nem az a gond, hogyha ő egy bogyóbabócát néz, miután már végig lapozta a könyvet, ismeri a figurákat, és megnézi azt az egy rajzfilmet. Az a baj, hogyha ezt szüretlenül tárjuk eléje, és semmilyen kontroll nincs felette. Tehát, hogy szerintem nagyon-nagyon fontos, tudja a szülő, hogy egész pontosan mit és mennyit néz az a gyerek. Az a baj, hogy a szülők nem hajlandó. Tehát én felajánlottam, hogy a férjem segít abban, hogy szűrőt teszünk a gyerek telefonjára, de senki nem jött azzal, hogy megkérlek, tedd be, mert én nem tudom, nem értek hozzá. Hát sokan a szűrőnek csak annyit értenek, hogy 1 óra vagy 2 óra. Nem, teljesen, tehát van szülői felügyelet a kütyükön, mindegyiken, csak be kell állítani. Uh-huh. Nem egy ördöngös dolog. És akkor az mit csinál? Az minden, ami akármit megnéz a gyerek, arról tudósítja a szülőt, hogy éppen ezt klikkelte meg a gyerek, és akkor a szülő azt jóvá hagyhatja, vagy nem. Uh-huh. Hogy tudtátok, Réka, ti eddig kikerülni a telefont? Hány évesek a gyerekeid? 10 éves a nagy, és 8 éves a kicsi. Hát egyszerűen nem adtam neki gyerekkorában telefon, nem adtam lehetőséget rá. Megtanítottam játszani. Nálunk mondjuk most már azt mondtam, hogy ez a gyerek nem telefonfüggő, hanem legófüggő, mert sokszor nem hajlandóak lefeküdni, mert ezt a várost még be kell fejeznem, és ezt még fel kell építenem. Úgyhogy így is vannak problémák, de azt mondtam, legalább nem kóvályog, az semmiben nem néz, hogy na most akkor hol is vagyok, mert már nem ezen a világon élnek azok, akik függők. Most igen, kapott a nagy telefont, mert készültek versenyre, és a csoporttársak telefonon egyezkedtek a versennyel kapcsolatban, és akkor szólt a tanítónő, hogy ő is kapcsolódjon be. És akkor ehhez okostelefon kellett? Igen, mert WhatsAppon kommunikáltak. Nehezen adtad be a derekad? Nagyon. És mai napig, mondom, most neki fogtak. Aztán szóltam a férjemnek, légy szíves, most álljunk le, napi 20 perc, de annál több nem. Mert sok, nem kell. És akkor kis filmeket néz? Vagy csak a csetre használja? Most már Lego filmeket néz többnyire, de be van állítva, hogy hány éves, és mennyit enged a YouTube-nak is van egy ilyen, hogy mennyit enged. Lego filmeket szoktak nézni, és amit megengedtem, hogy gyártsanak filmeket, tehát filmeznek. Stop motion készítenek, ma délelőtt is én ugye dolgoztam, és akkor azzal fogadtak, hogy
készítettünk egy rövidke filmet. Na, egy picit az, majd az előnyökről is szeretnék beszélni, hogy milyen előnye van, ne csak aztán a hátrányokról, hogy milyen rossz hatással van a gyerekekre, de kíváncsi vagyok a tizenévesekre. Tehát gimnáziumban, de mit látsz, Éva, a 14-18 évesek között? Hát ugyanazt, amit itt emlegettünk, úgyhogy ugyanazt látom, hogy ugye én 5-től 12-ig tanítom a gyerekeket, tehát gyakorlatilag 12 évesek nagyjából, amikor én találkozom velük. Aranyos, édes, kíváncsi, vagány gyerekek. Többnyire akkor kapnak telefont a kezükbe? Aztán, hát én azt nem merem ezt így kijelenteni, de akkor már szinte mindenkinek van. Akkor még lehet rájuk hatni, hogy szüneteken ne maradjanak bent és telefonozzanak, menjenek ki focizni, kosarazni. Tehát így én már többször kértem őket, és mindig büszkén mutatják, hogy hoztunk labdát, kimentünk. Tehát ötödikben ez még megy, viszont hatodiktól már nem. Ott van a telefon, okostelefon, mit tudom én, tablet, akármi, tehát mindent hoznak, és ahogy kicsengetnek, abban a percben előkerül, és már alig várják, hogy játszanak. Tehát a kicsik játszanak folyamatosan, szüneteken. Én, tehát a többségről beszélek, vannak mindig kivételek, és ezeket nagyon-nagyon szeretem látni is, hogy vannak kivételek, de azért én azt mondom, hogy a 70%-a azt csinálja, hogy kütyüzik. A mitől fosztja meg ez a gyerekeket? A másik, ami számomra, ez az egyik, hogy mitől fosztja meg, mert mindig próbálom őket arra ösztönözni, hogy beszélgessetek egymással. Kérdezz meg, hogy kelt fel, mit álmodott, bármit, nem tudom, kérdezz. A másik pedig, amit úgy nem értek, amikor minden óra végén ki kell mennie, fel kell hívni anyát vagy apát. Tehát el kell mesélni, hogy milyen volt, hogy telt az óra, minden óra végén. Ez a másik, amit egyszerűen nem értek, illetve értek, csak nem értem a lényegét, hogy ezt mi hogy szabad így csinálni. Tehát ez van a kicsiknél, és azt látom utána, hogy ahogy nőnek, hogyha már a licisekhez megyünk, ott nem ennyire látványos számomra, tehát nincs ez az izgalom, hogy hú, kicsengettek, most gyorsan-gyorsan vegyem elő, de mégis ott van, és egy pótcselekvésként ott van, tehát, hogy annélkül már nem tudnak semmit. Tehát ez van. Uh-huh. És az iskolában mennyire az órák része? Tehát, hogy szabad-e használni, vagy kell-e? Mert van olyan, ahol már nézd meg a telefonodon, keresd meg ott van, feltöltöm azt a leckét, ott nézd meg. Most én azt gondolom, hogy én annak vagyok a híve, hogy én a tiltás ellen vagyok. Én nem hiszek a tiltásban. Én abban hiszek, hogy bárminek az értelmét el kell magyarázni, meg kell tanítani neki, hogy mire használunk és mikor. Én nem hiszek a tiltásban semmilyen téren. És na most ilyen formában én azt gondolom, hogy az óra része kell egyre inkább legyen, akár egy telefon, vagy egy számítógép, de nem feltétlenül, tehát ez megint tantárgyfüggő. Az én órámon én matematikát tanítok, 5-től 11-ig nem igazán van mit keressen a telefon, tehát hogy nekünk teljesen más készségeket kell kialakítani, mint azt, hogy az internetkeresést felső szintre vigyük. 12-ben szoktam én használni néha napján, amikor valamit le akarunk ellenőrizni, hogy azt, amit a táblánál dolgoztunk, akkor az applikáció, azt hogyan jeleníti meg, de ennyire. Tehát én nem tudom használni. Vannak tanórák, ahol nagyon jól lehet használni, és szerintem ez is nagyon fontos. Igen, tehát nem kell teljesen elszigetelődni, mert hogy itt van, jelen van, tehát jelen lesz, és megmutatni pont az előnyét. Azt is kellene tisztázzuk, hogy akkor van egy ilyen általános szabály, Iringó, hogy nem tudom, három éves korig azt mondják, hogy nulla képernyőidő, és utána milyen, hogyan növekedik ez? Nagyon sok szülő ezt nem tudja, de... Nemzetközi ajánlások szerint van. Az én ajánlásomban is van. És ezt egészen pontosan leszoktam írni a szülőknek. És az nagyon fontos, amikor hozzám jön a gyerek, akkor tőlem, mint egy külső személytől,
és akárhogy is egy idegen személytől kapja azt az utasítást, nem is utasítást, azt a kérést inkább, hogy ahhoz, hogy ő jól legyen, próbáljuk meg betartani ezt az időtartamot. És akkor meg szoktuk egyezni, hogy ennyi idős gyereknek, mit tudom én, például egy 10 éves gyereknek, az a 30 perc hétköznapokon, 1 óra hétvégén, akár vakációs napon egy 1,5 óra hétvégén, azt meg lehet engedni, de hogy ő saját magának kell ezt betartania, és ő kell megértse. Mindenkinek el szoktam magyarázni, hogy csak úgy tudjuk a gyereknek később is majd kézbe tartani a számítógép, meg telefonok, meg minden kütyű iránti érdeklődését, hogyha erősek az alapok. Tehát a gyerek olyan, mint egy ilyen ringben levő birkózó. Tehát próbáljuk itt nyújtani, próbáljuk ott nyújtani. Próbáljuk a szülőkkel, nagyszülőkkel, mindenkivel próbáljuk nyújtani, tanárokkal, hogy meddig érek én el, meddig szabad nekem. De hogyha ő tudja, hogy a szabály az szabály itthon, és ennyit engednek a szülők, akkor az az alap az biztos. És ő tudja, hogy ezt nem lehet áthágni. Tehát, hogy ennyi a szabály. Ezt így lehet. Én például amellett vagyok, hogy a gyereknek nem azt kell éreznie, hogy eldugtam, lekódoltam, nem tudom, milyen rendszereket tettem rá. Ott van előtte, igen, tudja, de neki van nagyon sokféle egyéb dolga. Ovis, iskolás, tanulni kell, barátkozni kell, játszani kell, rengeteget játszani. Tehát szerintem a legfontosabb játszani, a következő legfontosabb, hogy sportoljon a gyermek. És legyen valami olyan örömforrás és olyan biztos pont, ahol a gyerek bármikor szabadulhat. Tehát, hogy például, hogyha van egy sport, amit nagyon szeret, akkor én úgy gondolom, hogy nincsen szüksége feltétlenül non-stop, amikor ő egyedül van, akár unja magán egy telefonba menekülni, mert van valami, ahova vágyik, ahova szeretne menni. Tehát, hogy nem mindig arra a dopamin adagra vágyik, amit a telefon ad neki, hanem ő tudja, hogy honnan jön neki a boldogság, meg az élmény. Uh-huh. Meg másképp a telefonhoz asszociálja a boldogság. Persze, nagyon könnyű, mert nagyon-nagyon nagy adag a boldogsághormon tud kiváltani egy játékban való jó előmenetel, meg úgyis vannak megszerkesztve ezek a játékok, hogy eleinte nagyon jól sikerül minden, és nagyon könnyen elérnek nagyon sok mindent a játékon belül. Utána megjön az élet, a mindennapi élet, ahol koccanások vannak, meg konfliktusok vannak, meg egy csomó mindent meg kell oldani, meg el kell érni dolgokat, és azok nehezek. Tanulni kell, felmérőt kell írni, a szülőkkel meg kell értetni dolgokat, meg kell érteni, amiket a szülők szeretnének tőlünk. És hogyha csak abban a világban van, abban a virtuális világban, akkor ezt nagyon nehéz véghez vinni a gyerekkel. És ezért kérem én azt a szülőktől, tehát 3 éves korig nem, tehát egyáltalán nem. Szeretem, hogyha adnak a gyerek kezébe telefont. De mondjuk a szülővel megnézhet egy ilyen 15-20 perces mesét. Az más, de az más az, amikor a gyerek nem tud beszélni, nagyon-nagyon gyakran azért jönnek, mert nem tud beszélni a 3-4 éves gyerek, és mondja a szülő, hogy de nagyon értelmes, mert nagyon jól görget. És a YouTube-ot annyira jól használja, hogy én nem tudom úgy használni, ez egészen biztos, mondjuk azt nem nehéz lekörözni, de tényleg. Nagyon ügyesek a telefonon, viszont nem beszélnek. Nincs szemkontaktusuk. Beszélünk ilyen, hát lefordítva ilyen virtuális autizmusról, amikor megjelennek sztereotíp viselkedések. Nem szocializál a gyerek, nem kommunikál a gyerek, sem szülővel, sem más gyerekkel. És akkor, ha rákérdezek arra, hogy mégis mit csinál ez a gyerek egész nap, akkor kiderül, hogy 7-8-10 órát ül a tévé előtt. Tehát nem 20 percekről beszélünk, nem az a 20 perc, ami ártalmas, hanem az a 7-8-10 óra az ártalmas, amit a gyerek ott ül előtte. És amikor megvonjuk a telefont, vagy megvonjuk a tévét az ilyen gyerekektől, akkor hatalmas a változás, a fejlődés, a viselkedésbeli változás. Tehát, hogy biztos, hogy van egy negatív hatása is az ilyen hosszú időtartamú kitettségnek. Persze ez változik korosztályfüggő. Most a héten volt egy nagyfiú nálam, aki annyira meglepett, olyan gyönyörűen megfogalmazta egy a gimnazista fiú, hogy én majd a gyerekeimnek nem fogom adni olyan hamar a telefont, mint nekem ide adták. És kérdeztem, hogy miért? És azt mondja, mert most kezdtem megérteni, hogy mi mit jelent abból az információból, amit kapok, mire tudom én igazából használni a telefont, és mi volt ártalmas számomra. És azt mondja, hogy én ezt nem így fogom csinálni.
Úgyhogy a gyereknek is van egy olyan életszakasza, amikor hallottuk itt is, hogy 9-12-ben már nem ennyire nyilvánvaló, mert ő kezdi megérteni, hogy mire való, mit tudok rajta keresztül elérni. És már nem annyira fogja le a figyelmüket, meg az egész életüket nem vezérli. Én azt látom, hogy milyen könnyen odaadják a szülők a kicsi gyereknek, akár a 7-8 hónapos babának. Tehát sír a lelkem, amikor ezt látom, hogy már akkor nem bírnak vele, mert annyira hisztizik 7-8 hónaposan, tehát hihetetlen, és akkor odaadják, tehát engednek, mert hogy pillanatnyilag lehet, hogy ez a mentő cselekedet, de könyörgöm, tehát szülőként gondolom hosszú távra tervezünk. Tehát hosszú távon ez nem lehet megoldás, mert hogy a gyereknek, és gondolom Iringó is ugyanezt gondolja, kellenek a keretek, kellenek a nagyon fontos. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy meddig és ne tovább. Tehát ezt mi szülők, meg pedagógusok biztosítjuk. Tehát, ha nem hosszú távon gondolkozunk, akkor szerintem az egy bűnös cselekedet. Tehát én ezt így tudom mondani. Mert hogy olyan szociális kompetenciákat akkor otthon az első 6 évben tanul meg, amiken mi már ugye a stabil alapokra tettél célzást, mi az arra építünk, ha megvan. Igen. De ha nincs meg, akkor utána ugye, és látom, tehát 5-8 osztályban most jön ez az új generáció, ahol azt tapasztaljuk, hogy gyakorlatilag amikor felmérőt jelentünk be, tehát nem meglepetésszerűen, bejelentjük előre napokkal, hetekkel, hogy mekkora... stressz? A stressz az kevés. Tehát nem tudom, mit okoz bennük egy előre hetekkel bejelentett felmérő. A felelésről ne is beszéljünk. Tehát, hogy az annyira kibillenti őket a normál állapotból, hogy félelmetes. Félelmetes. Tehát nem tudom, hogy nekünk hogyan kell ezt kezelni. Nem tudom. Például látsz különbséget a gyerekeknél? Azok között, akik használnak telefont, és azok között, akik nem. Tehát, hogy van-e tanításban például különbség? Sokkal kommunikatívabbak azok, akik nem használnak. Így van. Tehát a kommunikációban sokkal nyitottabbak, sokkal barátkozóbbak azok, akik nem használnak telefont, mint azok, akik belebújnak. És... Ez nagyon érdekes. És még hozzáfűzném azt, hogy pont abban az első időszakban arról beszéltünk, hogy mikor érdemes, vagy nem érdemes, vagy szabad, vagy nem szabad odaadni a telefont. Tehát a korai időszakban a beszédfejlődés kialakulása az milyen fontos a mozgás. Most pontosan a mozgást vonjuk meg a gyerektől. Tehát ő lemered a telefonra, és ül egy helyben az a gyerek, aki kéne másszon, kusszon, felmásszon valahova, kipróbáljon egy csomó minden újat számára. És ez annyira fontos nem csak a beszédfejlődéshez, de később majd az írás-olvasás kifejlődéséhez. Nagyon sok diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás gyereket diagnosztizálunk. Miért lett ennyi ilyen gyerek? Tehát akik nehezen olvasnak, nehezen írnak, nehezen számolnak, azt jelentik ezek a kifejezések, meg nagyon sok figyelemzavaros gyereket. Nagyon sok impulzív és dühöngő gyereket, akik nem tudják kezelni az indulataikat az osztálytársokkal szemben, nem tudják kezelni az indulataikat már óvodában. Nem tudja óvónéni már, mit kezdjen ezekkel a gyerekekkel. És rengeteg ilyen gyerek lett, tehát minden csoportra jut egy pár ilyen gyerek, hanem jó több. Pár ilyen gyerek. Uh-huh. Igen. És én szerintem azért van köze ehhez a korlátlan használathoz. Még egyszer, tehát a korlátlan. Igen. Tehát ezzel igen. Van a legnagyobb baj, amikor igen. Nem korlátozzuk. Mert most nem azt mondjuk, hogy soha ne lásson telefont persze. Ez a gyerek, mert nem hogy lehet, szinte elkerülhetetlen, mert ha otthon nem is, ugye elmegy a barátokhoz, na ott van, tehát ott meg nehezen lehet határt szabni, hogy bár gondolom van olyan is, nem, hogy felhívod a szülőt, hogy na, ha megy a kisfiam, és hogyha lehet, akkor olyankor ez így egy kicsit... Nem szoktuk. Te nem szoktál. Én nem szoktam, most már ez mindenki maga dönti el, hogy milyen határokat szab, hogyha igen, volt olyan, hogy állt és nézte, vagy belebújt és láttam, hát mondom, ez is benne van a dologban. Nem tilthatom el, úgy, ahogy mondtátok, hogy nem tilthatom el, mert akkor mit érez tiltást? Ha valamit tiltás, ott, akkor azt annál inkább ki kell próbálni.
És például kiközött idősítés, cikizés. Mert az is előfordul, hogy na neked nincsen, hát akkor te nem is vagy közénk való, elkezdődnek az osztálytársak között csetek, csoportok, amiben beszélgetnek, ők kimarad ebből. Igen, igen, és akkor az első az volt, hogy vegyetek be az osztálycset csoportba, amikor megkapta a telefont. Uh-huh. Ez az ott az első lépés, hogy létszi, akkor most már igen. És addig ezek folyamatos beszélgetések tárgya volt nálatok otthon, hogy hát ez nem azért, mert a te érdekedben. Soha nem kérdezte. Uh-huh. Voltak konfliktusok a csetcsoporton belül, amikről hallottam, és akkor úgy nem is hoztam szóba, ő sem hozta szóba, és ha már nem hoztuk szóba, akkor nem érdekelt senkit alapon. De ha kérte volna, akkor és mikor a kezébe nyomtam a telefont, mikor már úgy kezdte használni az internetet, elmondtam azt is, hogy nézd, ennek vannak előnyei, vannak hátrányai. Ezek a veszélyei, mert... Hát arról is beszélni kell. Mert ha azt nem mondom el, hogy esetleg valaki éppen interneten keresztül kezd el téged zaklatni, vagy azt mondják, hogy né, ezt csináld, mert ha nem, akkor te fogsz meghalni. Tehát ezek a... Igen, 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 hallottam ilyen humorról, meg mindenféle. Igen, igen, és akkor erről tudjon, hogy létezik, hogy nem kell mindennek bedőlni. De úgy érzem, hogy egy 10 éves gyerekkel ezt már meg lehet beszélni. Persze. Egy kisebbel, hogyha azt mondom, hogy ne a másik ezt fogja neked mondani, akkor lehet, hogy úgy, ahogy mondtad, lelkileg fogja kikészíteni. Az a nagy kérdés, hogy akkor körülbelül mikor jó, vagy mikor nem probléma már egy gyereknek telefont adni a kezébe? Tehát ez a 10-12 év, vagy meddig lehet ezt húzni? Szakemberként mit tudnál mondani, hogy mi az, amikor már... Ez nagyon gyerekfüggő. Gyerekfüggő? Nagyon gyerekfüggő. Van olyan gyerek, amelyik kifejezetten el van minden egyéb tevékenységgel, és nem igényli. Van olyan gyerek, aki nagyon függ dolgoktól, tehát könnyen rászokik majd a cigizése, könnyen kipróbál dolgokat, nagyon könnyen a virtuális világba is beszívódik. Őket kell félteni a legjobban. Tehát nem azt a gyereket kell feltétlenül félteni, aki szeretne egy pár szó megnézni valamit az interneten, vagy egy nagyon korosztálynak megfelelő játékot eljátszani, egy behatárolt a szülők által ellenőrzött játékot. Tehát nem ezekkel van a baj. Én mindig azt mondom, hogy azzal van a baj, hogyha a korosztálynak nem megfelelő dolgokkal foglalkozik a neten. A másik meg, amit még nagyon-nagyon fontosnak tartok kiemelni, hogy az esti a telefonozás. Tehát nagyon sok alvászavaros gyerekünk van, és ez azért van sokszor, hogy 3-kor, 4-kor még ébren vannak a gyerekek, másnap opadban alusznak el, nem lehet velük előrelépni a tanításban, tanulásban, mert játszanak nagyon sokáig, vagy hogyha már játszottak mondjuk 12-ig, annyira fel vannak pörögve, hogy nem tudnak elaludni utána. És hogy fontos azért azt is korlátozni, meddig, hány óráig engedjük meg neki. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy mondjuk ne étkezés közben, amikor a család összeül, legyen egy családi étkezés telefonok nélkül. Tehát, hogy nem azzal teljen el az étkezés, hogy mindenki a saját telefonját babrál, nem tudjunk egymásról a családban, kérdezzünk egymástól. Ugyanúgy, ha a barátaival összeül, akkor barátkozzanak, ne együtt játszódjanak egy padon ülve. Olyan gyerek is volt, aki mondta, hogy mind kimegyünk, és egy játékot játszunk egy padon ülve. Ilyen is van. Utána legalább hát jó, kimentél és találkoztál velük, ez már nagyon jó, ez az első lépés, hogy... és haladunk. És boldog volt, hogy tényleg haladunk. A gyerekek, én úgy vettem észre, hogy sokkal hamarabb megértik, hogy miről beszélek, meg hogy mit szeretnék tőlük, és olyan boldogan jönnek vissza, amikor sikerül valamit ezekből elérni. Én most már csak ennyit szoktam játszani, de ennyit szoktam mellette sportolni, lett azóta 2 barátom, most már sokkal boldogabb, úgy érzem, nem is vagyok olyan nagyon ideges, nem is csaptam már oda semmit egy hónapja, szóval nagyon-nagyon fogékonyak a gyerekek arra, hogyha megértik, hogy miről van szó. Tehát szerintem lehet beszélni a gyerekekkel, és kell beszélni erről, illetve visszatérve, hogy milyen kortól, ez hát 10-12 éves kor előtt, ezek a számítógépes játékok, meg egyáltalán a szociális média, az 15-16 éves kor előtt, én úgy érzem, hogy nem való ezeknek a gyerekeknek.
a gyerekeknek nem, ezek nélkül, tehát semmilyen gyereknek nem való. Mert olyan nagyon sok gyereket behálóztak, akiket én látok, mert én persze, hogy azt a részét látom a gyerekeknek, akik szenvednek emiatt, nem azt látom, aki nem, viszont nagyon sok gyereket behálóztak szociális médián keresztül, és egészen komoly problémákba keveredtek. Tehát addig, amíg ő nem tudja a különbséget, hogy ebbe belemerjek menni, ebbe nem, most provokálnak, engedek a provokációnak, nem engedek a provokációnak, addig nem. Na, egy picit beszéljünk a pozitív részéről is, hogy van-e a telefonhasználatnak, mert azért én úgy gondolom, hogy van pozitív, tehát pozitívan is hat a gyerekekre, például ugye mondtad, hogy a Lego, vagy mit is mondtál, hogy mit tanult meg? A Lego filmkészítést, igen. A stop motion. Uh-huh. No, igen. Az apja kezdte, az apjukkal tették fel az első filmet, az nagy élmény volt, hogy na, elkészült az első filmünk, de és utána akkor most már ők maguk gyártják, fényképezik a bábokat egy uh-huh. mozdulattal, igen, vágják össze filmmé. Hát igen, na most ezzel megtanul például ilyen nagyon vagányul filmeket vágni, meg filmeket készíteni. Tehát nyelvhasználatot tanulnak, nem tudom, például egyik barátainknak a kisfia állatokról néz nagyon-nagyon sok filmet, és már tudja, hogy melyik a legmagasabb, ki, mekkora, hány kiló, nem tudom. Tehát, hogy annyi sok minden van, amit tulajdonképpen így magukba szívhatnak, de mondjatok ti is pár példát, Éva, te miket láttál így, hogy... Ó, nem tudom, én elég épp ma kaptam. Ma vágták hozzám, azt, hogy régi módi vagyok. Ilyen tekintetben igen. Úgyhogy én személyesen kevésbé használom a telefont ilyen célra, bocsánat. De a gyerekek mindezeket, amiket elmondtál, szenzációsan használják. Tehát én csak csodálom őket, hogy milyen ügyességgel kezelik, mint hogyha hát ebbe születtek bele végül is, persze, hogy igen. Mert ugye tudjuk azt, hogy a kép és a hang tanít nagyon, tehát hogy arra nagyon-nagyon odafigyelünk, és azzal könnyedebben tanulunk, mint mondjuk, hogyha táblára ír a tanárnő. A vizuális. És hát persze, tehát a vizuális tanulás az olyan könnyen beszippantjuk, tehát hogy, és a gyerekek is így tanulnak, és ettől ugye, tehát hogy hamarabb megtanulnak nyelveket, információkat magukba szívnak. Gondolom, te is találkozol ilyenekkel. Persze, meg vannak olyan appok is, amit mi használunk a gyerekpszichiátriában. Uh-huh. Tehát például vannak olyan appok, amiket használunk szorongó gyerekeknél pánikroham esetén. És akkor otthon a telefonján tudja, hogy az egy légző app, és segít nekem lenyugodni. Mindig elmagyarázom, hogy kikérezik óráról egy pár pillanat, és már is helyre jön, hogyha végigcsinálja. Akkor most azon dolgozunk, hogy az autista gyerekeknek egy appot szerkesztünk, amit majd használhatnak a kommunikációban. Szóval nagyon sok segítséget tud nyújtani, persze, hogy ilyen a telefon. Ha arra használjuk, amire van teremtve, akkor a kommunikációban, hogy tudjam, hogy hol van a gyerekem, kijött iskolából, hazaért iskolából, elért az órájára, kijött onnan. Tehát nekem például ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos, uh-huh. hogy én tudjam, hogy ő hol jár és mit csinál. És ezért is kapott az én gyerekem telefont, hát mennyi volt, 10 éves volt, azt hiszem, igen, amikor telefont kapott, és tudta ő is nagyon jól, hogy ez azért van, hogy ahogy kijöttem a suliból, felhívom anyát, elmondom, hogy elindultam haza, és ha hazaértem, elmondom, hogy én hazaértem. Neki mindig volt, ugyanúgy, hogy mindig volt az asztal közepén csoki kitéve, mindig volt elől telefon is, és egyiket sem kellett tiltani. Tehát ő tudta, hogy az ott van, ha szeretnék, akkor megkérdezem, hogy most lehet, vagy nem. És én mindig erre ösztönzök mindenkit, hogy van jó oldala, persze, hogy kell használni. Nagyon sok minden jó dolgot ki lehet aknázni a telefonból, a laptopból, tabletből, amilyen van, amit tud használni a gyerek. Amit viszont hirtelen visszatérve oda, hogy mi is gyorsította így fel a gyerekeknél ezt a telefonvilágot, azért azt ne hagyjuk ki, hogy 2 évig ők rá voltak utalva erre a világra. Na igen, hát ez segített. Ez borzasztó fontos, mert nagyon sok gyerek akkor szokott rá, és nagyon sok gyerek ebbe a világba ragad bele, uh-huh. és most innen próbáljuk visszarángatni őket, amiben beletoltuk őket. Belekényszerítették tulajdonképpen. Igen,
és most innen próbálj kihúzni őket, hogy oké, akkor az nagyon jó volt, de most ez nem jó. Ami nagyon-nagyon nehéz. De hát ugye arról beszéltünk, hogy mi vagyunk a példa, tőlünk, szülőktől vesznek példát a gyerekek, és erre, hogyha néhány tippet mondanátok, hogy hogyan kellene nekünk viselkedni, és tudatosan úgy viselkedni, hogy ebből a gyerekek tanuljanak, és ne azt tanulják, hogy a telefon folyton a kezünkben van. Én például nagyon odafigyelek arra, hogyha valamit csinálok, és közben pityeg a táblagép, mert valaki írogat, akkor mondom, jó, van, ő most ír, én majd, mikor időm lesz, válaszolok. Nem egyből szökünk neki. És ezt lássák, hogy nem az a legfontosabb, mert most éppen teszem, azt éppen azt magyarázza, hogy most hogy készítette el azt a, amit éppen készített, vagy bármi. Vagy tanulunk, akkor... Az ott jól van. Majd arra lehalkítjuk, is. Hogy ne is halljuk, hogy pittyeg. Igen, ez is fontos. Neked én van? Nem viszem be órára például. Órára nem viszed nem. be. Tehát ez nálam szabály, hogy az órán a diákokra figyelek. Hívhat bárki. Volt olyan, hogy a tanfelügyelő hívott háromszor is, és utána szünetel, mikor visszahívtam, mert miért nem veszem fel? Hát mondom, mert órát tartok. Tehát ez nekem akkor az az első. Ez nálam mindenféleképpen szabály. De már a gyermekeket nem lehet megkérni erre, ugye? A gyerekeket én arra szoktam kérni, mert ugye nekik kint van a padon a telefon, ha lehet, akkor az orruk alatt, esetleg az okos óra is ott van, és akkor ott pörögnek a hírek, nehogy lemaradjanak róla. Én mindenféleképp meg szoktam kérni kicsit nagyot, hogy a telefon az kerüljön a táskába, nem a padba, nem a zsebbe, nem be a táskába. És ezt így, tehát hogy egyértelmű, hogy ezt így betartják. Az okos órát, én azt nem értem, hogy például egy 5-8-as diáknak minek kell okos óra a kezére, tehát illetve azt nem tudom felfogni, hogy lehet figyelni valamire, úgy, hogy közben ott folyamatosan jönnek az értesítések. Tehát én ebben nem hiszek, hogy ők ilyen multitaskingosok. Én nem hiszek, abban hiszek, hogy egyszerre egy dologra tudunk jól figyelni. Ha valami elvonja a figyelmünket, akkor szerintem már nem lehet rá figyelni. És nem elég, hogy figyelemzavarosak, ugye, mert hogy nagyon rövid ideig tudnak figyelni, koncentrálni valamire. Hát ha még valami el is vonja a figyelmüket, annyi minden van még más, ami elvonja. Úgyhogy én így nagyon-nagyon kérném a szülőktől, hogy ezeket hagyják otthon a gyerekek, az okos órákat. Tehát én nem látom a célját, hogy minek kéne. Hát például Franciaországban olvastam, hogy 15 éves korig tiltják az iskolai mobil használatot. Tehát hogy ott valóban ki van tiltva. Volt ilyen próbálkozás, meg most is volt ilyen, olyan osztály, ahol közösen a szülők, az osztályfőnökkel megegyeztek, hogy a telefonokat bezárják a szekrénybe. Uh-huh. És akkor nap elején, és a nap végén kiveszik. Szerintem így végső kétségbeesés esetén akár lehet, hogy jó döntés. Lehet ez is egy megoldás. De hogy ez megint ez a kényszer, és akkor erre a lányom azt mondta, hogy de anya, de hát mikor mi diákok voltunk, nálunk is volt ilyen, hogy bezárták, és akkor mi van? Egyesek hozták a második telefont otthonról. Tehát, hogy nekünk annak idején még egy se volt, de azt mondja, pont ma mesélte, hogy hozták a második telefont, hát ők tudtak puskázni, mi akkor sem tudtunk, mert még ilyen se volt ilyen eszközünk. Tehát, hogy ilyen próbálkozások vannak, de azért elég nehéz korlátozni ezt. Tehát, hogyha nincs más eszközünk, mint a kérés, hogy légy szíves, tedd el, vagy a bezárás a szekrénybe, tehát hogy mi más, tehát hogy próbálunk hatni, megpróbáljuk beszélni, de hogyha közös a szülő, a diák, a tanár, ez a háromszög nem nincs egy összhangban, akkor nem lehet közös döntést hozni. Igen, szerintem. Igen, valószínűleg a szülők még nincsenek is annak nagyon tudatában, hogy mi minden rossz hatás érheti a gyerekeket, vagy hogy mennyire káros az, hogyha folyton tényleg ott van a telefon a gyerek kezében. Igen, csak hogy most én nekem az a véleményem, hogy most beszélünk a kütyükről,
De hogy ez csak egy dolog, tehát hogy 10 év múlva nem tudom, hogy fogjuk nevezni azt a valamit, ami miatt szakemberhez kell forduljanak a szülők a gyerekekkel. Tehát hogy szerintem teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, mert a függőség a lényeg, és ott azon van a hangsúly, hogy ide nem szabad jutni. Teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, én azt gondolom. Igen, mert hogy a mobiltelefon használat is, vagy az bármilyen kütyű használat is már olyan, mintha drog lenne. Abszolút, a gyerekek számára. Teljes. Ugyanolyan elvonási tünetekkel, ugyanolyan hatással. Igen, a szülő a hibás, mert például most elmentek Lehelék kirándulni, és megegyeztünk, a tanítónő arra kért, hogy ne vigyenek a gyerekek telefont. Uh-huh. És ebben mindenki beleegyezett, kivétel egy szülő, hogy ő a gyerekét nem engedheti el a telefon nélkül. Miért? Ott a tanítónő, nála van telefon, bármi történik, értesítenek. Én megbízom abban a tanítónőben, hogy ha tényleg szükség, akkor értesít. És amikor megengedi a tanítónő, biztos ide fogja adni azt a telefont a gyereknek, hogy tessék, hívd fel az, a szüleidet, vagy tudasd velük, hogy jól vagy, bármi. Igen. Igen, hát kapcsolatainkat ez így a telefonhasználat egy picit így hát megbénítja, vagy hogy a bizalom elvesztődik, nem? Igen. Ez a példa is azt mutatja, amit te mondtál. Igen, hogy nem bízom már a tanítónőben, de a telefonban, hogy ott van, igen, a gyerekben. Igen. Gyerekkel az igen. Igen. De ezt mondom, hogy én megbízom a pedagóg. Azért bíztam rá, hát ott rábízom arra a pedagógusra a gyerekemet, nem fogok vele menni. Igen. Meg ugye egy kicsi része ennek is, hogyha pozitív meg negatív hatásai, hogy nagyon jó, hogy okostelefonon látni tudjuk az Amerikában élő rokonokat, persze, tudunk velük beszélgetni. Persze. De a másik, amikor mondjuk a férjemmel vacsorázok, és mind a ketten mobilozunk, és nem egymással beszélgetünk, hát ilyen is előfordul, és mekkora kontraszt. Nagyon nehéz ezt kordában tartani, de Iringó, téged is kérdezlek, hogy te milyen tippeket adnál. Itt közben melankolikus hangulatban kerültem, mert az jutott eszembe, hogy milyen gyönyörűséges volt kivárni egy levelet. És tanultunk türelmet, hogy valamire kell várni. És ezt most nagyon hirtelen jön minden. Most írtam, akkor miért nem válaszolt még ebben a pillanatban, és már 2 másodperce megírtam azt az üzenetet, miért nem jött. És teljesen más volt a türelem, illetve a frusztráció küszöb a régebb, mondom, ezért kerültem melankolikus hangulatba. Illetve az első kérdésre visszatérve, hogy, mármint az előző kérdésre visszatérve, hogy mivel tudjuk mi segíteni szülők a példát gyerekeket. Ilyen a példa. Tehát talán az a legfontosabb, az egyik az, hogy figyeljünk a gyerekre. Tehát, hogy legyen időnk a gyerekre. Egy olyan időnk, amikor közben nem intézzük az összes üzleti ügyeinket, az összes telefont, a mindenki baráttal való beszélgetést, hanem csak az övé az az idő, és ráfigyelek, és szólhat telefon, hallhatja, hogy szól a telefon, de hogy én most ráfigyelek, hogy legyen közös időtöltés, legyen közös öröm, élmény. És én úgy gondolom, hogy például az én a gyerekemből kiindulva, hogy ez nagyon sokat segített neki, hogy rengeteg időnket lekötte az, hogy mi együtt játszottunk, együtt sportoltunk, nem is nagyon volt ideje, hogy kívánjon még valamit pluszba, vagy rászokjon ezekre a dolgokra, mert nem volt igénye rá. És hogy példát kell mutatni, ugyanúgy, hogy az olvasásra szoktuk mondani, hogy akkor kezd olvasni a gyermek, azt látja, hogy a szülő is olvas. Ugyanígy gondolom, tehát ő mindent, amit lát, azt másol, amit hall, az bemegy a fülén, vagy megtérül és megfordul, és be sem ment a fülén. Az, amit csak mondunk, az nem elég példa. Tehát amit lát, az a példa. És én szerintem ez a kiinduló pont. Hát megváltani a világot nem fogjuk, gondolom ezzel a beszélgetéssel, de egy ilyen gondolatindítónak otthon, hogy akár a szülők, pedagógusok, bárki elgondolkodjon azon, hogy mit is csinál otthon, és hogyan kellene ezt a telefonhasználatot egy picit jó keretek közé szorítani. Azt hiszem, hogy ez a beszélgetés jó volt erre. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megosztottátok velem, és a kedves nézőkkel a gondolataitokat. Köszönjük szépen a meghívást. Kedves nézőink! Közben eszembe, mit akartam mondani, hogy általában ezek a... Hát nem tudom, be tudjuk-e vágni, de azért mondd el.
Azokra az előadásokra, amikre szerveznek az iskolában, vagy bárhol, amikor ilyen kütyű használat van, mindig azok a szülők mennek el, akik nem, hogy úgy mondom, nem tiltják, de nem is, tehát nem nincsenek a pártján, nem nevelnek gyerekükből függőt. Tehát akik korlátokat szabnak. Igen. És azok, akik függőt nevelnek, azok sosincsenek ott. Igen, ez sok témában előfordul, hogy ez így van. Igen. Na jó, tehát akkor elköszönök. Kedves nézőink, nagyon köszönöm, hogy ma ismét velünk tartottak. Jövő pénteken újra Nőszemközt, én várom önöket nagy szeretettel, de addig is előző műsorainkat meg ezt is visszanézhetik a YouTube csatornánkon, és szép hétvégét kívánok, viszontlátásra.